Egy elsősorban építőipari kivitelezéssel, parkfenntartással és épülettakarítással foglalkozó nyíregyházi székhelyű cég már tavaly is igényelte a minimálbér emelése miatt kiegészítő támogatást. 32 fő létszámra sikerült támogatást nyernünk, amivel meg tudtuk őrizni ezt a létszámot, nem volt szükségünk sem a kedves kollégák óraszámának a csökkentésére, illetve meg tudtuk őrizni a munkahelyeket. A cég idén is igényli a támogatást, most már 50 főre. A minimálbér ugyanis a tavalyi 93 ezer forintról 98 ezer forintra, a szakmunkás minimálbér pedig 108 ezerről 114 ezer forintra emelkedett 2013-ban. Április 8-ától igényelhető a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből járó többletterhekhez igényelhető támogatás. A versenyszféra és a kormány között tavaly év végén létrejött megállapodás alapján 11 nehéz helyzetben lévő ágazatban lévő cégek kérhetik ezeket a támogatást az idei első fél évre. A támogatásról a munkaügyi központ 21 napon belül dönt, és a támogatást a január 1-től június 30-áig terjedő időszakra egy összegben folyósítja. A rendelet szerint a munkaügyi központ hatósági szerződést köt a támogatott cégekkel, amelyeknek augusztus 31-éig elszámolást kell benyújtaniuk a támogatás felhasználásáról. A cégek május 31-éig írásban és elektronikus formában nyújthatják be támogatási kérelmüket, de az annak részét képező mellékleteket kizárólag elektronikusan adhatják be.